Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni az alkotótól. Debrecenben élek. Jelenleg igazából több mindennel foglalkozom, portérajzolás, ékszerkészítés, a festészet mellett nyilván. Egyébként annó ugye Megyesi Ferencünk képzőkörben kezdtem el széntanulmányokat rajzolni, akkor Egerben is megfordultam egy fél évre festőszakon, és aztán felvételiztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemre. Ott 5 évet eltöltöttem, 2008-ban diplomáztam, hát aztán visszaköltöztem Debrecenbe, és hát a mai napig ott élek tulajdonképpen, és igazából így mostanában jött a gondolat, hogy a Dunántúl felé szeretnék nyitni. Először jár lentiben? Igen, először a nagynéném szervezte nekem ezt a kiállítást, több helyen volt már kiállításom ebben az évben. Sikerült néhány benyomást szerezni lentiről? Nagyon hangulatos kis hely egyébként, szóval ilyen kellemes. Többféle technikával készült képet láthatunk a kiállításon. Mi áll a legközelebb az alkotóhoz? Hát én az olaj, tehát képeket is nagyon szeretem. Mostanában egyébként főleg olajjal dolgozom, színcsíkokkal, úgyhogy most egy egységesebb repertoárt szeretnék kialakítani ezzel a színcsíkos technikával, de mellette rézékszereket készítek ásványokkal, így a festészet mellett. Mi inspirálja elsősorban az alkotásra? Az az igazság, hogy mindig a harmóniára törekszem a alkotás közben, tehát azt az egyensúlyos állapotot keresem igazából. Mindegy, hogy a látványból indulok ki, vagy valami absztrakt dolgot festek, vagy egy eszmét, vagy egy csak egy gondolatot. Hát a harmónia. A harmónia, illetve az, hogy feltöltődjek lelkileg belőle, illetve hát, hogy ugye adjak magamból valamit, egy darabot. Milyen szempontok alapján válogatta össze a kiállítás anyagát? Itt most elég sokféle anyag van. Hát ugye azt szerettem volna, hogyha látják, hogy sok mindent, sok technikával kísérleteztem, sok mindent kipróbáltam, és ebből ez egy szelet igazából, mert hogy én jó magam is sok mindent szeretek. Úgy tudom, ön képzőművészetből él, mennyire nehéz ma egy alkotónak pusztán ebből létezni? Nem könnyű, de ezért is gondoltam arra, tehát a főváros felé nyitni meg, így a nyugat felé, mert hát egyébként nem egyszerű, de van egyébként, tehát egy tehát fő megélhetési forrásom, hál' Istennek, de mindenképpen ebből szeretnék a jövőbe megélni. Megélni egyébként, meg az ékszereket azért találtam ki, hogy azok jobban eladhatóak, mint a képek, nyilván, de hál' Istennek a képeimet is veszegetik, aminek nagyon örülök. Hogyan fogadja a közönség általában az alkotásait? Ilyen visszajelzésként azt szokták mondani, hogy tetszik nekik ez az élénk harsány színesség, mert árad a képeimből ez a, hát az energia, mert szeretem az intenzív színeket, és ezt úgy át is sikerül adni ezek szerint.